25. születésnapját ünnepelte a Szekszárdi Rotary Klub. Az esemény a helyi vármegyeháza hátsó udvarán kezdődött, ahol trombita játék kíséretében koszorúzták a Rotary emlékművet az egyesület tagjai. Ez egy humanitárius jótékonysági szervezet, aminek nagyon lényeges a barátság, barátságra is épül, cselekvő humanizmus, ugye, ami benne van a nevébe is. Sok mindent próbálunk tenni, segíteni azokon, akik erre igényt tartanak és szükség van. Az ünnepés során új vezetőt iktattak be, aki nem más volt, mint Módos Ernő, a Szekszárdi Rotary Klub egyik alapító tagja. Az elnökválasztást egyébként évente rendezik meg, mely egyenlő esélyt biztosít az egyesület minden tagjának. Bárki indulhat a vezetői pozícióért, melyet július 1-től következő év júliusáig tölthet be, ezzel teret hagyva másoknak. Lényegében a elképzelésem az, hogy ezeket a programokat megkívánnánk őrizni, még jobbá tenni. Ha lehet, akkor egy kicsit fejleszteni a kapcsolatunkat a várossal, azokat a városi rendezvényeket, azokat talán egy kicsit aktívabban támogathatna a Rotary, és viszont is nyilván. És hát általában a városban egy kicsit talán a Rotary Klubnak a presztízsét szeretnénk növelni. Az esemény a Vármegyeháza dísztermében folytatódott, ahol a tagok egy vacsora keretében hallhatták Dobos Gyula előadását a szervezet történelméről és megalakulásáról egészen az Egyesült Államoktól hazánkig.